2016 és 2021 után idén is 5 csillagos besorolást szerzett több kategóriában az Aquarius élmény és parkfürdő. A védjeggyel többek között a műszaki és higiénés feltételeket, az ott dolgozók felkészültségi, szakképzettségi követelményeit és a szolgáltatások választékát, színvonalát is értékelik. A minősítés szigorú szempontrendszer szerint történik, melynek szakmai hátterét a Magyar Fürdőszövetség 2014-ben dolgozta ki. A besorolás nem végleges. Egy arra kijelölt bizottság 5 éves ciklusokon belül rendszeresen ellenőrzi a helyszíneket. Az elmúlt időszakban Nyíregyházán infrastruktúrális fejlesztések is történtek, a programkínálat pedig jelentős mértékben változott. Az idei évben próbálunk a programokra koncentrálni, volt fejlesztésünk is, tehát a parkolót azt teljesen újraépítettük, hogy egy kulturált környezetbe tudjanak beparkolni a vendégek, és úgy tudjanak hozzánk jönni, de ezen kívül inkább a programokra koncentrálunk az idei évben. Van egy nagy kivetítő falunk, amin a foci EB meccseit is lehetett követni, illetve most majd kezdjük az olimpiát is közvetíteni. Azt nagyon szerették a vendégek, most volt egy családi napunk az elmúlt héten, ahol mindenféle fürdésen kívül egyéb programokkal vártuk a vendégeket. Rendszeresen szombatonként kézműves programok vannak, minden nap tartunk animációs programokat a vendégeknek, vasárnap bábszínházunk van, két hetente szombaton éjszakai fürdőzéseket rendezünk, amikor most már élőzenével is várjuk a vendégeket. Nem csak szakmai sikereket könyvelhet el a nyíregyházi fürdő, a vendégforgalom a járvány előtti szinthez közelít. Azt veszük észre, hogy picit kezd helyreállni egyébként a külföldi vendégeknek, meg ugye egyáltalán a turistáknak a száma is. Már az előző évben közelítettük a Covid előtti időszakot, most az idei évben is azért nagyjából lehet látni, hogy szép számmal érkeznek a turisták. Jelenleg a vendégforgalmunkat nagyjából az egyharmadát a nyíregyházi vendégek, egyharmadát a belföldi turisták, és egyharmadát pedig a külföldi vendégek teszik ki. Nyilván Ukrajnából, Oroszországból, ha nem is teljesen szűnt meg, de jóval kevesebb vendég érkezik, mint korábban. A leginkább Szlovákiából, Romániából, illetve Lengyelországból érkeznek a külföldi turisták. A minősítés felülvizsgálatát egy szakmai bizottság június 25-én végezte el. Az átfogó ellenőrzés eredménye az, hogy gyógy, élmény és strandfürdő kategóriákban is megtarthatta 5 csillagos minősítését az Aquarius. A csillagok száma azt jelzi, hogy Nyíregyháza fürdője továbbra is Magyarország legjobbjai közé tartozik, olyan neves intézményekkel egysorban, mint a Hungaroszpá, Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő, vagy a Zalakarosi Gránit Gyógyfürdő.